Jó estét kívánok, köszöntöm az aréna nézőit. Méghozzá 2023-ban utoljára, hiszen majd legközelebb csak januárban találkozunk ismét itt a Zalaegerszegi Televízió csatornáján sportműsorral, de addig is gyorsan vágjunk bele a mai műsorba, amelyben elsősorban két sportágé, a crossfit és az úszásé lesz a főszerep, hiszen mind a kettő sportágból láthatnak majd egy-egy bejátszást, illetve a stúdióban is beszélgetünk ezekről. Emellett tájfutással, illetve kosárlabdával foglalkozunk még a mai arénában. Kérem, a tehetik, ezúttal is tartsanak velünk. És kezdjük is az egyik crossfites témával, hiszen idén decemberben már 7 éves lett a Zalaegerszegi Cross Funkcionál Gym, ennek örömére pedig egy csapatversenyt rendeztek a teremben. 7. születésnapját ünnepelte december elején a Cross Funkcionál Gym. Ennek örömére a klub egy házi versenyt hirdetett meg. Erre 4 fős csapatok jelentkezhettek, amelyben 2 női és 2 férfi versenyzőnek kellett teljesíteni a feladatokat. Összesen végül 5 gárda vágott neki a küzdelmeknek. Először csak egy születésnapi feladatokkal kezdődött, aztán később jött az ötlet, hogy csapatverseny formájába is ezt megvalósítsuk. 2 évvel ezelőtt került sor az első csapatversenyre, ahol a díjazás végül is egy vándorkupa volt, mert ez egy házi versenynek indult. Most már ezen túl majd szeretettel várunk ugye külsős versenyzőket is. Nagyrészt amatőr versenyzőkről van szó, egy-egy profi versenyző is azért megmutatkozik a csapatok között, és az arról ma például ugye 7 évesek lettünk, ezért a 7-es számjegyébe fog telni az első feladat. A résztvevő csapatokban rendszerint olyan amatőr sportolók versenyeztek, akik leginkább csak kedvtelésből vállalták a megmérettetést. Még akkor is, ha már nem először indultak ilyen viadalon. A csapat az nagyon jó, igazából arra nehéz odafigyelni, hogy szinkronban csináljunk mindent. Ez okoz eddig a legnagyobb nehézséget. Különösebb céljaink nincsenek, szeretnék minél jobban szerepelni. Nem tudtuk, hogy mi lesz a csapatelosztás előzetesen. Pár nappal verseny előtt tudtuk meg, de igazából ismerjük egymást, tehát ez a része nem probléma, úgy gondolom. Kardos Norberték végül remek versenyzéssel a 4. helyre futottak be. A tavalyi hasonló viadalt a csepeli Zsanett, Varga Enikő, Németh Attila, Németh Tamás kvartett nyerte. A címvédők nyilvánvalóan idén is rajthoz álltak. Nem volt kérdés, hogy indulni fogunk most ezen a versenyen. Tehát alapvetően tegnap volt egy ilyen felkészülési edzésünk, tegnap este még 6 óra körül összejöttünk, megbeszéltük, mi lesz a stratégia, hogy fogjuk a feladatokat végrehajtani, ki mibe erős, ki kinek mi a gyengesége, hogy tudunk egymásra figyelni. Igazából ezek voltak a tegnapi napnak az eseményei, és ma reggel meg újra átbeszéltünk, bemelegítettük, és gyakorlatilag nekivágtunk az első feladatnak. Úgy tűnik, hogy sikerült gyakorlatilag az első feladatot behúzni. Jó volt, hogy néz ki a taktika, meg jó erőben is vagyunk szerintem. Mindenki hozzátette, amit tudott. Szerintem teljes mértékben meg vagyok elégedve az első feladat eredményével. Németh Attila és csapata ebben az évben is nagyszerűen teljesített, és újfent nem találtak legyőzőre. Így a dicsőség mellett a győztesnek járó vándorkupát is hazavihették a nap végén. Mi pedig maradunk a sportágnál, köszöntöm nálunk Szita Pétert, aki szintén az előbb látott Cross Funkcionál Gym versenyzője. Jó estét, szervusz! Te nem vettél részt ezen a versenyen, hiszen ennél egy rangosabb viadalon szerepeltél itt november végén, december elején, méghozzá Oszlóban, Norvégiában jártál, de át is adom a szót, ugye ez egy világbajnokság volt, ahol végül a 6. helyen zártál. Milyen volt maga ez a verseny, mennyire volt erős a mezőny, elégedett vagy-e ezzel a 6. helyjel? Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket én is. Valóban nagyon rangos volt ez a verseny, és nagyon jók voltak a versenyzők is. Nagyon színvonalas volt a felépítés egyébként. Hát elégedett mondhatni, hát elégedettnek kell lennem, de én úgy indultam, hogy egy érmet azért szerettem volna hazahozni. Hát most ez nem jött össze, majd talán legközelebb jövőre, hogyha úgy építik fel a versenyt, úgy lesz a dátumozás, hogy még nem töltöm be 21. életévemet, akkor el tudok indulni. De azt figyelembe véve, hogy ez volt így az első komolyabb versenyszezonom, azt mondom, hogy elégedett vagyok, megszépült most már az 6. hely.
kicsit csalódott voltam verseny után, de most már azt mondom, hogy fókuszálunk a jövőre, és elengedtük ezt. Hát igen, meg hát azért egy világbajnoki 6. helye azért mindenféleképpen szép eredmény. Ugye említetted, hogy ugye ezt én nem mondtam, hogy ez a junior kategória, tehát a 20 éves korosztálynak a versenye volt, mármint amelyikben te indultál. Említetted a feladatokat, hogyan tudtál készülni erre a versenyre, tudtál-e előre feladatokról, vagy minden ott derült ki? Hát egy két héttel, másfél héttel előtte kitették az összes feladatot, és hát egyből is neki is álltam készülni, minden feladatot lepróbálni. Hát voltak azért nehézségek, mert voltak olyan eszköz, ami nem volt nálunk. Ez a például a rámpa, amin kézenjárásba kellett felmenni. De hát a többi feladatra maximálisan felkészültem. Aztán hát ennyire lett elég. Aki nem ismeri annyira ezt a sportágot, milyen jellegű feladatok voltak itt? Lehet, hogy valaki csak azt képzeli, hogy mondjuk fekve nyomni kell, de azért ennél sokkal többről van szó, hiszen itt voltak komoly mozgásos feladatok is. Igen, minden feladat külön hát az első feladat például az állóképességi, a második feladat erőteszt, harmadik feladat az saját testsúlyos, negyedik az ügyességi. Úgy kell elképzelni, hogy az erőtesztben súlyemelés van, ki tud legnagyobb súlyt megmozgatni. Értelemszerűen a saját testsúlyosban nincsenek új súlyok, mindenkinek a például kötélmászás, a rúdon a saját testsúly hogyan tud mozogni, és így derülnek ki az erőnyök, hátrányok, aki nehezebb, az az erőben lesz jó, aki könnyebb, az a saját testsúlyosban, és tovább. És volt korábbi versenyeken voltak úszás, vagy úszó feladatok is, vagy futó feladatok itt, volt-e valami hasonló, vagy evezés, esetleg bicikli? Ja, igen, az első feladatban, ami állóképességi volt, abban volt futás, 2800 méter, utána evezőgép, aztán síelőgép, és végül bicikli, az is 2800 méter. Azt gondolom, hogy az elég kemény feladat volt. Sokáig, amennyire követtem én is az eredményeket, még a dobogón álltál, dobogó közelben, hogy érzed, mint múlott ez a végül 6. hely, hogy nem sikerült elcsípni a dobogót? Hát igen, az első nap az jól indult, azt úgy is számoltuk az Olival, hogy abban jól fog teljesíteni, hát ez így is sikerült, akkor első helyen voltam, aztán második nap kicsit elcsúsztak a dolgok. Aztán végül harmadik napra maradt két feladat a 6-ból, azon meg már sajnos nem tudtam annyit javítani, hogy visszakerüljek a dobogóra. Hát igen. Viszont említetted, hogy erős volt a mezőn, tehát ez a 6. hely így is, pláne, szép eredmény. És akkor említetted, hogy most már a jövőre fókuszálsz, hát ebből az évből már nem sok van hátra. Van-e már 2024-re komolyabb célkitűzésed, hogy mit szeretnél megvalósítani? Hát legelőször a felnőtt nemzeti bajnokság lesz majd májusban. Most már ugye hát felnőttbe kell indulnom. Hát szeretnék ott egy harmadik helyet legalább elcsípni, és azzal egy kótát nyerni a felnőtt világbajnokságra. Aztán a többi versenyek azok pedig majd, hát voltam én tavaly is részt vettem, Horvátországba, Szerbiába. Ezek minden évben megrendezésre kerülnek, azokon mindenképp szeretnék indulni mellett. És ha minden igaz, ez a világbajnokság most Magyarországon lesz. Magyarországon lesz, igen. Reméljük legalábbis, hogy sikerül megrendezni, hiszen erről is vannak egyelőre bajós jelek, de talán meg lesz. És ha már szóba került, ugye többször, hogy összetett ez a sportág, téged mi vonzott ebbe? Hiszen gondolom, te se úgy kezdtél az általános iskolában, hogy a crossfit volt a hobbid. Hát eredetileg úgy kezdtem, hogy fociztam, aztán később ezt így abba hagytam, mert így kicsit kiégtem így a fociból. Aztán egy pár évig nem is sportoltam semmit, kicsit így elengedtem magam. Aztán
ennek így a folytatásaképp akartam így kicsit javítani magamon, meg nekiállni edzeni, hogy kicsit jobban nézzek ki. Aztán jött ez a crossfit terem, barátok által így ismertem meg. Aztán kiderült, hogy egész jó vagyok benne, tehetséges, és így tovább fejlesztettem, így már itt tartunk. Méghozzá egy világbajnoki 6. helyen. Én nagyon köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és természetesen mind a sportban, mind pedig az egyéb tanulmányok terén további sok sikert kívánunk, és akkor még bizonyára találkozni fogunk itt a stúdióban is. Köszönöm, hogy befáradtál köszönöm hozzánk. Mi pedig úszással folytatjuk, hiszen a cross-funkcionál gym mellett az Zalaegerszegi úszóklubi születésnapot ünnepelt itt decemberben. Az alakú zúk immáron a 30. életévét töltötte be, és természetesen ők is egy versennyel emlékeztek meg a jeles eseményről. Szép születésnapot ünnepel december elején az alakú zúk. Immár 30 esztendeje, hogy Horváth Csaba 1993-ban hivatalosan is megalapította a Zalaegerszegi úszóklubot. Ő vezetőedzőként azóta is felügyeli a klub szakmai munkáját. A 30. évforduló alkalmából az Egyesület barátságos úszóversenyt rendezett a Városi Sport és Tanúszodában. A klub helyzete jelenleg úgy érzem, hogy stabil. Az alakóval egy nagyon erős támogatót sikerült szerezni. Ugyanúgy a város is továbbra is támogat bennünket, és a környezet, ahogy ön is említette, megfelelő ahhoz, hogy megfelelő munkát végezzünk. Horváth Csaba vezetőedző alkalmas arra a feladatra, hogy megfelelő olimpikonokat, versenyzőket neveljen ki. Jelen pillanatban még nem tartunk sajnos itt, viszont mostani versenyzőnk nagy napsugár elég jó kilátásokkal versenyzik, és az utánpótlás is úgy néz ki, hogy az oktatásból adódólag, amit itt a Kismedencében végzünk, biztosítottnak látszik. Az évek során rengeteg problémával kellett szembenéznie az úszóklubnak. Ezek közül is a legnagyobb az 50 méteres medence hiánya volt. 2022. áprilisától azonban az Egyesület birtokba vehette a vadonatúj Zalaegerszegi Sport és Tanúszodát. Újra indulhatott a sportélet, és a megveszített munka eredményeként mára ismét 100 fő feletti taglétszámmal működik a klub. Remélhetőleg hamarosan több zalaegerszegi úszó is öregbítheti a város hírnevét nemzetközi versenyeken. 1993-ban Horváth Csaba volt az, aki megálmodta és következetesen végigvitte a Zalaegerszegi úszóklub létrehozását. Persze segítői is voltak, elsősorban Kosaras Ágnes és Horváth Tamás nevét kell megemlítenem, és az elmúlt 30 év az valóban a sikerekről, a szép eredményekről szólt. Közben elkészült 2022-ben az új úszoda, tanúszoda és városi strand, 2023-ban bekapcsolódtunk az úszó nemzet programba, és az, hogy egyrészt a klub részt vesz abban, hogy a gyermekek, az óvodások és az iskolások megtanuljanak biztonsággal úszni. Másrészt odafigyel a fiatalokra, de ugyanakkor harmadrészt a versenysportra is igyekszik kellő hangsúlyt fektetni. Azt talán predesztinálja a klubot arra, hogy ahogy az elmúlt években tudtunk kinevelni olyan sportolókat, akik akár olimpikonná is váltak, vagy világversenyen, európai versenyen szép eredményt értek el, most, hogy az infrastrukturális háttér is ilyen szépen adott, most, hogy a szponzori háttér is összeáll, és most, hogy az edzői kar is együttműködik, én azt gondolom, hogy csodálatos évtizedek állnak az Zalaegerszegi úszóklub előtt. A házi versenyen közel 150 sportoló vett részt, és több mint 350 futamot bonyolítottak le a nap folyamán. Ezúttal minden úszásnemben 50 méteres távokat kellett teljesítenie a leginkább fiatal korosztályhoz tartozó úszóknak. A Zalaegerszegi úszóklub mellett Lentiből, Keszthelyről és Sárváról érkeztek versenyzők ünnepelni a 30 éves Zalaegerszegi Egyesületet. Mi pedig maradunk még az úszásnál, köszöntöm itt nálunk Pataki Jánost, jó estét kívánok! És ez pedig egy úszógála, amiről most beszélgetni fogunk egy kicsit, de át is adom a szót, mikor lesz pontosan, illetve most már hányadik alkalommal kerül erre sor? Köszöntöm a nézőket, és elsősorban szeretnénk köszönetet mondani a városvezetésének, hogy 4 év után újra lehetőséget ad ennek a jótékonysági úszógálának a megrendezéséhez. Maga az úszóverseny
nek a versenykiírása és az ezzel kapcsolatos okmányok egyébként a koraszülött mentős a gyerek intenzív alapítvány honlapján letölthető formába egész részletességgel hozzáférhető. A verseny az jövő évben január 28-án, 29-én, immáron hagyományosan, január utolsó hetében, hétvégén kerül megrendezésre. 2015-től kezdtük ezt a rendezvénysorozatot. Hat alkalommal sikerült a Dóczi Éva 21 órás úszógála címén lebonyolítani ezt a versenysorozatot, és most mivel egy új úszodába, egy vadadat új úszodába, egy 50 méteres fedett úszodában tudjuk megrendezni, azt a fejezetet azzal szeretnénk így lezárni, és most a dr. Seregélyes István Zalaegerszeg első úszóegyzőjére emlékezve kapott egy új nevet. Maga, tehát január 27-28-a nevezési határidő, a verseny kiírásban 16 fős csapatok nevezését várjuk. Maga a verseny az úgy néz neki, mivel váltóversenyről van szó, hiszen 16 fős csapatok csapatlétszámmal kerül lebonyolításra, hogy a csapatok zöme azt teszi, hogy hárman egyszerre beugranak a vízbe, és akkor egy órán keresztül, vagy két órán keresztül, hogy megegyeznek, úsznak váltva. És utána kijönnek a vízből, jön a következő hármas, és ők folytatják ezt a versenyt. Magát a teljesítményt pedig versenybírók számlálják, akik önkéntesekből áll. Egyébként a maga a verseny lebonyolításához elég nagy számú 50-60 fő önkéntes versenybírók is segítkeznek, és nyilván a logisztikában is, mert ott azért itt 250-300 embernek az ellátása, mozgatása és kiszolgálása azért ezt embert igénylő feladatnak tűnik. Ugye hát ez nagyon alkalmas ez a versenyzés arra, hogy a csapatszellem erősítésére például, vagy az egymásért való küzdeni tudás fejlesztésére, vagy éppen állóképesség javításra. Tehát akár edzőtáborozás jelleggel is szokták használni ezeket a rendezvényeket, hiszen most már hetedik alkalommal kerül megrendezésre ilyen módon. Magáról a versenynek a céljaival kapcsolatosan egyébként azon felül, hogy a koraszülött mentő gyerekintenzív alapítvány hírnevét népszerűsítsük, azon felül az egészséges életmód lenne még a fő célja ennek a rendezvénynek. Tehát várnánk az olyan csapatoknak a jelentkezését, akik szeretnek úszni, és hát próbálnak azért a egészségükre is adni. Akinek nem telik arra, vagy se nem, hogy nem telik, hanem nem jön össze 16 fő, hiszen nem olyan könnyű 16 úszni szerető embert összekovácsolni, ők nevezhetnek a versenykiírásban, az én elérhetőségeim megvannak, a nevezési lap pedig a honlapon is megvan, egy alapítványi csapat fog indulni, szemdirektorra fontos volt készülnünk, hogy ő nekik is teret adjunk, és lehetőséget biztosítsunk arra, hogy ki tudják próbálni magukat. Maga az úszó versenynek a végén pedig lesz egy olyan látványosabb sport része ennek a dolognak, egy gyorsulási versenyről van szó, ahol a csapatok egy-egy főt indíthatnak, akik kieséses rendszerrel, mint a gladiátorok a végén, aki nyerekbe marad, az fogja megnyerni ezt a úszóversenyt is. Marad az eredményhirdetés, ahol különböző serlegekkel, érmekkel és más tárgyakkal fogjuk jutalmazni, és külön díjakkal is. Gondolom nem aggódnak azért, hogy 4 év után nem lesz esetleg elegendő jelentkező. Nem, ezen nem magódunk, hiszen maga a verseny egyre népszerűbb volt, és ugye hát most 4 év kihagyás, és amiatt ugye 2 évig nem is volt úszoda, utána aztán voltak különböző egyéb objektív akadályok, itt a nyárvány, meg a válság is közrejátszott abba, hogy nem tudtunk teret adni ennek a rendezvénynek. Már egyre több csapat jelentkezett is, és várták, hogy megrendezésre kerüljön. Olyan túl sok helyen nincs ez a
verseny megrendezve, hiszen Dunaújváros és Keszthelyen kívül itt Zalaegerszegen van. És hát a népszerűségét ez is bizonyítja, hogy többnyire mindig túljelentkezés van erre a versenyre. A korábbi lehetőségeink 10 csapat jelentkezését tudta biztosítani, mivel ugye 5 pályás volt és egy pályán 2 csapat tudott úszni. Most pedig 10 pálya van, és itt ha 2 csapat úszik egy pályán, akkor már 20 lehetősége van. És hát hogyha ennél is több csapat, ami egy szép álom lenne, akkor keresztbe is fel lehet kötelezni az úszodát, akkor 25 méteressé válik, és akkor 40 csapatot is tudnánk fogadni. Igyekeztem elérni minden olyan, főleg a triatlonosokat, akik ilyenben nagyon szívesen részt vesznek, és elég nagy számmal részt is vettek. Egyet viszont hiányolok a korábbiak tapasztalatai alapján, hogy a megyéből Zalaegerszegen kívül nem sok város képviseltette magát. Keszthelyen vegyesen csináltunk mi egy második csapatot is, egy alapítványi csapatot. Ők részt szoktak venni, de most sikerült Keszthelynek úgy lábra állni, vagy talpra állítani ezt a csapatot, hogy önálló csapattal tudnának indulni. Tehát hiányoljuk azért Nagy Kanizsának a nem indulását, hát most nem tudom, hogy milyen okai vannak, talán ott nem ennyire népszerű, vagy hát nem tudom, mi az oka lehet. Most úgy néz ki, hogy Lenti is fog indítani a csapatot, korábban ez nem volt. Tehát biztatták mindenkit arra, hogy hát ha másért nem is, csak a önmaga kondíciójának és egészségének megőrzése sére fordítson időt, és hát ki lehet próbálni ezt a úszóverseny. Végül is ez olyan úszóverseny, hogy 80%-ában amatőrök vannak. Tehát itt 6 évestől 74 éves ember is úszni fog. Tehát egy amatőr megméretetésről lenne szó. Nyilván vannak bent versenyúszók is, jönnek konkrétan csapatok, tehát úszócsapatok. Így Ajkáról is, Budapestről is. Itt most ma a Beac jelentkezett be, hogy ő is szeretne nevezni. A helyi ZUK, ami egy hagyomány most már, ők minden évben részt szoktak venni. És hát a Keszthelyi kis szápák is. Kanizsáról viszont még mindig hiányoljuk azt egy ütős csapatot, aki szeretné végre megnyerni ezt a megyei rangadót. Reméljük, hogy januárig még akkor befut a kanizsaiak jelentkezésre, és én köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és természetesen sok sikert kívánok, és januárban majd mi is igyekszünk kiérni a versenyre, és akkor beszámolunk majd a továbbiakról itt a műsorban erről. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Nagyon köszönjük a lehetőséget. Mi pedig tájékozódási futással folytatjuk. A hideg decemberi idő sem tántorította el a sportolni vágyókat attól, hogy részt vegyenek a hétvégi Zalai Dombok terepfutó versenyen, amit ezúttal a Tölgyek útján rendeztek. A Trió Egerszeg Zalaegerszegi Tájékozódási Futóklub az idei esztendőben kezdte a Zalai Dombok Trail terepfutó verseny szervezését. Augusztusban a Horhosok útja, novemberben a Páfrányok útja futam után, december 9-én a Tölgyek útján vághattak neki az indulók az újabb megmérettetésnek. A két korábbi rendezvényen több mint 150-en vettek részt, és a téli versenyre is szép számban gyűltek a jelentkezők. Legutóbb talán 30 évvel ezelőtt próbálkoztunk Erdély futóverseny rendezésével, akkor az a verseny átalakult télapok kereső versenyé, most viszont kimondottan terep futóversenyt rendezünk. Úgy láttuk, hogy a térségben, a környéken nincsen olyan jellegű futóverseny, ami kimondottan szabadidős sportolóknak van megrendezve. Nem aszfalton rendezik, nem a városban rendezik, hanem kiviszik a zöldbe, kiviszik a szabadba, izgalmas és látványos környezetbe. Itt Zalaegerszegen az elmúlt években átadott túraútvonalak nagyszerűen alkalmasak arra, hogy ezen is futóversenyt rendezünk, hiszen mind a három túraútvonal, mint a Horhosok útja, Páfrányok útja és a Tölgyek útja is egy olyan lehetőséget kínál számunkra, amelyben kitáblázott, kijelölt útvonalakon lehet versenyezni a futóknak, úgyhogy ezt is választottuk mind a három helyszínek. Ebben az esztendőben ugye korábban már megrendeztük a Páfrányok útja futamot, a Horhosok útja futamot, és most ezen a hétvégén pedig a Tölgyek útja futamfutó versenyt rendezzük. A decemberi futam az idén átadott Alsóerdei Tölgyek útja túraútvonalon haladt végig. Ezúttal is 3 táv, 3,2 km, 8,4 km és 12,8 km közül választhattak a futók. Míg a gyalogtúrázók leghosszabb távja 11,7 km volt. Itt elsősorban baráti társaságok indultak útnak. Nálunk az iskolába ki volt rakva
a fali újságra, hogy van ez a futás, de mi nem szeretünk futni. Azok nem mi vagyunk, viszont láttam, hogy van gyalogtúra része, ezért összegyűjtöttem, akiket tudtam. Még sose voltunk ezen az úton, de az okosabbikakat hívtam meg, hogy ne tévedjünk el, és csak szórakozni jöttünk. Nagyon nem szoktunk, de én nagyon szeretek túrázni, szóval, hogyha meg tudom győzni őket, biztos, hogy lesz folytatása ennek. A túrázók után vágtak neki a távoknak a hivatásos tájfutók. Rövid távon 40, középtávon 80, hosszú távon 150 perc volt az előre kalkulált szintidő. A futamok végén minden beérkező érmet kapott, mellette pedig teával, csokival és egyéb kisebb ajándékokkal is kedveskedtek a szervezők a futók számára. Mivel az Alai Dombok Trail nagy népszerűségnek örvendett idén, így az ETC már eldöntötte, hogy jövőre is folytatja ezt a terepfutó verseny rendezését. Az első etapra várhatóan 2024. márciusában kerül majd sor. Műsorunk végén pedig kosárlabda, az a furcsa helyzet állt elő a hétvégén, hogy mindkét felnőtt csapatunk, a nők és a férfiak is a listavezető ellen léptek pályára. Míg a férfiak idegenben Szombathelyen sajnos vereséget szenvedtek a Falkótól, addig idehaza az ETNKK, a Kőbányai Zsíros Akadémia ellen viszont kellemes meglepetést okozott. Feszült hangulatban kezdődött a rangadó, az első percekben mindkét oldalon sokat hibáztak a csapatok. Az egerszegiek fegyelmezett védekezésének azonban nem találta az ellenszerét a Zsíros Akadémia. A játékrész nagy részében néhány ponttal a vendéglátók vezettek, de jelentősebb előnyt nem tudtak kiharcolni. A hetedik percben Horváth Fruzsina 2+1-es akcióját követően 15-10 állt az eredményjelző táblán, de a vendégek egy perc alatt minimálisra csökkentették hátrányukat, majd rövid időre a vezetést is átvették. A negyed végén előbb Ács középtávolia ért célba, majd Horváth Fruzsina célzott pontosan, így 21-18-al zárult az első szakasz. Jól kezdte a második negyedet a hazai együttes, 25-20-nál ismét visszaállt az 5 pontos előny, majd a 13. percben Kovács Georgina távoliát követően már 28-20-ra vezetett az ETE. Tatár és Józsepovics pontjaival zárkóztak a vendégek, és a 16. percben utolérték ellenfelüket. Izgalmas csatát hozott a félidő hajrája. Az alaiak előbb Óházi és Kovács találataival távolodott ellenfelétől, de Szeles kétszer is pontosan célzott, így a nagy szünetben 36-35 volt az állás. Váltott vezetéssel indult a harmadik negyed, majd egy rövidebb kosárcsend után egerszegi találatok következtek. Ekkor 45-39-re vezetett a ZTE. Ismét gyorsan elolvadt az előny, és a 28. percben Gajas kosarával a vezetést is megszerezték a fővárosiak. A játékrész hajrája a hazaiaknak sikerült jobban, és Kovács Georgina utolsó pillanatban szerzett triplájával 54-49-szer zárult a játékrész. A záró szakaszban nyújtott remek hazai védekezés megpecsételte a fővárosiak sorsát. A ZTE folyamatosan növelte előnyét, és a 35. percben már 10 pont fölé nőtt a két csapat közti különbség. Rövid időre még 5 pontra felzárkózott az akadémia, de a győzelmet már nem engedte ki a kezéből a ZTE. Egy rendkívül küzdelmes és fordulatokban gazdag mérkőzésen végül 75-61-re nyert az egerszegi együttes, legyőzve a csoport egyik favoritjának számító Zsíros Akadémiát. Gratulálunk a lányoknak, mi pedig ezzel műsorunk végéhez értünk, és hogy a bevezetőben is említettem, ebben a naptári évben már nem lesz több aréna, majd 2024. januárjában találkozunk ismét. Addig is mindenkinek kellemes ünnepeket és sport eredményekben is gazdag, boldog új évet kívánok. A viszontlátásra jövőre! A műsorvezetőt öltöztette Braga. Stílus, elegancia, siker.